feladat nagyon összetett, egy pontból indulva végre kell hajtani az összes kihívást. Saját készítésű robotokkal kell majd ezen a speciális asztalon végrehajtani a feladatokat azoknak, akik jelentkeztek a First Lego League című megmérettetésre. A világszerte népszerű robotika versenysorozatot most először Nyíregyházán is megrendezik. A LEGO és a Nyíregyházi Egyetem erről írt alá megállapodást a kampuszon. A két fél közötti együttműködés 2016-ban kezdődött. Az egyetem testébe beágyazva működik egy LEGO oktatási stúdió, és minden pedagógia szakos hallgató megismerkedik azokkal a képességfejlesztési módszerekkel, ahol a másúgy csak szlogen szinten jelentkező élmény alapú tanulás hétköznapi gyakorlattá tud válni. Ehhez nagyon fontos a legónak a támogatása, a különböző természettudományos, közoktatási témákra épülő, játékos ismerete és képességfejlesztési eszközök garmadáját biztosítja számunkra a legó, és ezzel megismerkednek a mi pedagógus hallgatóink és felnőtt képzés keretében a pedagógus továbbképzés világába is a az Egyetem ezt át tudta ültetni. Ez a First Lego League egy új dimenzió. A First Lego League versenyt a 9 és 16 év közötti korosztály számára írták ki a világszintű megmérettetés regionális fordulóit 2021-től rendezik meg hazánk több nagyvárosában. A mostani együttműködéssel Nyíregyháza is felkerült a globális versenytérképre. A verseny legfontosabb célja, hogy fejlessze a játszva tanulás képességét és ezáltal a jövő építőit. A legúj csoport egyik elmondata is ez. Éppen ezért a diákokkal való kapcsolat nagyon közvetlen. Hiszünk abban, hogy játékos tanulás révén inspirálni, fejleszteni tudjuk a jövő építőit. A jelentkezők a tervezéshez, a kutatáshoz és a programozáshoz is kapnak segítséget. Fontos, hogy a versenyen nem csak a robotikai teljesítményt, hanem a diákok kommunikációs készségeit és a csapatmunkát is pontozzák. A pálya témája minden évben más. Most a természettudományok művészetben betöltött szerepe áll a középpontban. Tehát maga az építés, a pálya felépítése az akár egy nap alatt is megvan, de az, hogy egy robotot készítsünk, az hat hónap, és um az, hogy ez a robot azon az egy ponton működjön, az egy nagyon nagy kihívás. Ugye itt, ha már csak arra gondolok, hogyha fényszenzort használnak a gyerekek, akkor az ő beállításuk a náluk lévő teljesen más, mint a verseny asztalnál lévő, minden helyiségnek más a fényviszonya, ezért ezeknek a módosítása, a precíziós beállítása rettentően nagy feladat, és ahogy ezt a mostani pályát is látjuk, ez egy nagyon-nagyon bonyolult pálya, de a világon rengeteg csapat van, aki ezt végrehajtja és megcsinálja maximális pontszámmal is. A játékgyár a versenyasztalok és egyéb eszközök beszerzésével továbbá a rendezvény lebonyolításában segíti majd az egyetemet. A nevezők már gőzerővel készülnek, hiszen a kiírás augusztusban jelent meg. Az első régiós fordulót a tervek szerint 2024. február 3-án rendezik meg a Nyíregyházi Egyetemen. A szervezők 12 csapatra számítanak.